civil összefogás fórum nevében, a civilek, amivel megbíztak, fölvítjük a feliratot a köztársasági elnök úrnak. A köztársasági elnök úr nevében Szabó György, főosztályvezető látvette. Köszönjük. Tehát a köztársasági elnökhöz kerül a mi feliratunk, aminek a tartalmával egészen bizonyosan megismerkedhet az elkövetkezendő napokban, de április 14-éig mindenféleképpen. És most élek Falkó is ide következik. Neve, szolgálj, s ne kapj miért. Neve, hagyj pénzt, s ne tudj miért. Neve, hajj meg más javáért, neve szégyen, neve átok, ezzé lett magyar hazátok. Kedves testvéreim, mikor a keserű sorokat vörösparti papírra vezette, hazánk sokkal nagyobb, tekintélyesebb, egészségesebb, és erkölcsében, szellemében épebb volt, mint ma. Az elmúlt 1000 évben csak háborúk és járványok pusztították hazánkat ilyen mértékben, mint a napjainkban zajló hadüzenet nélküli háború. Ma alig minden második munkaképes korú honfitársunknak van munkája, ma 40 ezerrel több munkanélküli van, mint egy évvel korábban. A hatalom e szomorú adatokat jelentéseiben puszta statisztikaként közli, mintha a halottakat vennének számba, akik elvéreztek véletlen áldozatként az infláció elleni küzdelemben, vagy mintha az egész annak lenne sajnálatos mellékhatása, hogy a nyugati bankokat pénzükhöz kell juttatni. A munkanélküliek emberek, családok, akiknek az idegen érdekek kikényszerítette gazdasági intézkedések tönkretették az életet.